oroszlán részt, még a 16 közé jutás lesz a tét a világkupa mai versenynapján. A déli programban meg teljes egészében tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió nézőit, Engyel István vagyok. Az első mérkőzés résztvevői már ott vannak az asztalnál, Thaiföld és Dél-Afrika meccsel. Őket majd Szingapúr és Katár duója követi. A délutáni program, vagyis a déli program utolsó mérkőzésén pedig Kuwait és Vietnám csap majd össze. Aztán az esti programról is beszélünk, de most már nézzük a játékot. Természetesen itt van Kuruc László, és nézzük, de nem kezdődhetett volna ez az egész csetepaté. Szerbusz, Isten hozott! Szerbusz, köszöntöm a nézőket! A képen két profi thaiföldi snooker játékost látunk, ugyanis ők lettek a beugrók, a Fülöp-Szögeteki, Efré Reyes, Carlo Biado duo helyett. No, tessék, akkor örömmel fog üdvözölhetjük itt a Csepcsaja Unnót, illetőleg Nopon Senkamot. Igen. Szerbusztok, fiúk Thaiföldről. Az ellenfél pedig ugye Dél-Afrika, Jason Terron és Kyle Akalo képviseli duóként a dél-afrikai színeket. Előbb-utóbb talán lesz feliratunk is. Bízunk benne, hogy előbb. De tegnap is akadtak. Na, tessék, meg, meg is érkezett. Mi a feliratból is kitűnik, hogy továbbra is 7 nyert rekig tart a mérkőzés. Hát igen, mert még nincs vég az első fordulónak, ahogy mondtad, még 4 mérkőzés van, hiszen 12-en már ott vannak, 12 csapat pontosabban a 16 között, és a mai 6 meccsből még 4 a 16 közé jutásért zajlik. Extension. Az időhatárokat kell kicsit feszegetni. Egyelőre a dél-afrikaiak próbálkozhatnak sikeres lökés megvalósításával. Hát ez elég egyszerűnek tűnik. Meg is oldva ez a probléma. Visszatérve itt a mérkőzés megkezdése előtt, itt belehallgattunk a stúdió beszélgetésben, hogy a Car Boys elemezte, hiszen Michael Bridge, a műsorvezető, kérdezte Boyst, hogy mi a helyzet a snooker játékosokkal, mert ugye most itt van két thaiföldi snooker játékos, és ugye emlékezhetünk rá, tavaly a 9-es US Open 9-esen ott volt Judd Trump, hát mindenki azt gondolta, hogy nagyon befutó lesz, de akik járatosok a poolban, azok sejthették, hogy valameddig eljut, de nagyon a tűz kezelében nem, és ez így is történt. És ugye itt kérdezték Car Boystól, hogy mi a helyzet a snooker játékosokkal. Ugye sokan azt gondolják, hogy nagyobb az asztal, szűkebbek a lyukak, sokkal eredményesebbek lehetnek, igen, ám csak nem tudnak kezdeni, nem tudnak ugratni. Tehát van itt egy-két szakmai fogás, amiben... lehet benne buktató. Igen, hát nyilván gyakorolta Unno is, meg Senkam is ezeket a dolgokat, de egy pár nap alatt ezt igazából rutinosan nem lehet begyakorolni. Ez meg most egy nagyon rossz pozícionálás volt a 9-esre. Kérdés, hogy Akalo, tehát hogyan birkózik meg ezzel a feladattal? Nem is Akalo lesz, lehet, hogy... de Akalo. De ő csak kért egy tisztítást a 9-esre. Ha belöki, 1-0 Dél-Afrika javára. Érdekes ez a kézmozgása. És nem löki be. Hát nem volt... mert nem pozícionált jól. Így aztán a thaiföldiek szerezhetnek vezetést. Na, itt van a világ egyik leggyorsabb snooker játékosa. És ugye itt azért a poolban sem gyorsaságra mérik a sikert. De hát nagyon szimpatikus játékos Thaiföldi Unno a maga 37 évével. No, most sikerült befejezni Jason Terronnak. Mégiscsak a dél-afrikaiak vezetnek ezáltal. 1-0 az állás. Az esti programban aztán majd még a 16 közé jutásért szintén Japán és Svájc csap össze. Ez azért érdekes mérkőzés, mert ennek a derbinek a győztese lesz majd a magyar válogatott ellenfele a következő kanyarban. Ez lesz egyéb iránt a legutolsó mérkőzés a 16 közé jutásért.
és a zárás már az utolsó két mérkőzése a napnak, az Albánia-Spanyolország, illetőleg az Egyesült Államok-Lengyelország meccs, az már a legjobb 8 közé jutásért zajlik. Tehát az utolsó golyó egy kicsit kibabrált itt a legénységgel, a harmadik kísérletező tudta végül is úgymond gólba juttatni, Jason Terron a golyót. Hát nem az utolsó golyó babrált ki, hanem ha rosszul pozícionálsz, akkor hát, ez van, akkor... Ha nem érzed, akkor nem lehetőleg úgy kell lökni, hogy az ellenfél se tudjon mit kezdeni vele. Tehát nagyon fontos mindig a következő golyóra a tökéletes pozícionálás. Kyle Akaló várakozik itt a kezdésre. Na mit hozott Dezislava Bozsilova? Igen, nem működik jól a stopper. Volt már ilyen. De az idő pedig ugye az lényeges faktor, hogy mennyi idő áll rendelkezésére a játékosnak a lökés elvégzéséhez. Igen, de hát ehhez van egy technikus, hogy az mi nem áll a helyzet csúcsán. Mert hogy a rendező se áll sokszor a helyzet magaslatán. Beesett a 8-as, és folytatható az 1-essel oda a jobb felsőbe. De nem könnyű. Rásimul a falra a fehér. Hát igen, az a probléma. Na. Nem működik még a stopper. Terron jön, aki lezárta az első reket. A szép. Na de hova megy most a kettes? A hatos az útban, a jobb alsó felé. Némi taktikai tanácskozás dél-afrikai részről. De mondjuk azért ez is érdekes, hogy nem működik a stopper, hogy nincs ott egy úgymond stábtag, aki elkezdi számolni, hogy 30, 29, 28, vagy 30, és akkor 5 másodperc múlva megszólal, hogy 25. Nem sipol, egyszerűen szólna. Igen. Hogyha jó fejben... Régen ez egyébként így volt. Aha. Ezt jól kitalált, hogy a 4-esről koccol, és bebújik a 6-os mögé a fehérrel. Jó hangulatban van Akaló. Na, ugrat Senkám. És talál. Na, bebizonyítja, hogy ehhez is ért. Jó, de hát azért láthattunk kimondottan nagyon jól ugrató játékosok, akik nehéz pozíciót, mondjuk például egy ilyet is be tudnak lökni ugratással. Most egyre első mondjuk, lépésként hogy... örüljük, hogy eltalálta. Igen, és arra azt mondjuk, hogy ez igen, mert azért láttuk már Fillert is, Olsont is, vagy Shane Van Böninget, és sorolhatnék még jó néhány nagy nevet. Mondjuk azért 10-ből 8-szor biztos, hogy jól ugratnak úgy, ahogy azt ők elgondolták. Ezzel a felirattal is folyamatos gondok vannak. 37 éves Tepcsája Unno, és 2019-ben megnyerte a shootoutot Michael Holt ellen, tehát nyert egy profi snooker versenyt, és ugyanebben az évben játszott egy döntőt, de kikapott Judd Trumptól a World Open-en 10-5-re. Azért ünnepeljük meg, hogy végre sikerült kijavítaniuk a feliratot. Szegény Jason Terron egyenlőre inkognitóban vett részt a játékban, de most már legalább megkapta nekét. Tehát a Olivernek is a szolnoki, ez helyett SN-t írtak, tehát snolnoki volt. De Terront olyannyira visszavidősítették, hogy mást jelentettek meg helyette. De hát ő volt az, aki
az utolsó lökést, az utolsó jó lökést véghez vitt az első rek végén. Akaló. És beesik a fehéret tüntette el, ami nem feltétlenül taktikus és jó megoldás. A kézből jöhet Senkám. És úgy néz ki, hogy megy az óra, szólt Desi, ahogy ott hívják, Desislava Bozsilovát. Egyelőre még a feliratban nem tudják nekünk megjelentetni az órát, tehát mi még nem részesülhetünk ebben a kegyben, de ha a nevet helyrehozták, akkor előbb-utóbb minden. Ugye itt az a menet, ami fontos, hogy amikor beesik a fehér, ugye a játékvezető hölgy kiveszi, megvan a menete, hogy hova kell letenni az asztalra. Hát igen, ne legyen zsíros a golyó. És ugye abban a pillanatban, ahogy elengedi a golyót a játékvezető, abban a pillanatban szól is, hogy induljon a stopper, mert onnantól kezdve a játékosra ketyeg az idő. Ugye a UK Openen is, ami az ezt megelőző verseny volt, ott is elindult három snooker játékos, és érdekes, hogy Fraser Patrick jutott a legtovább, de hát ő se jutott el nagyon az elejéig. Közben egy hiba, és akkor itt megint megvolt a protokollja a menetnek, hogy a fal mellé teszi a golyót a játékvezető, majd a játékos állít rajta. És ugye Michael Holt, valamint Gary Wilson. Három angol snooker játékosról van szó. És hát Fraser Patrick jutott a legtovább, de annyira ő sem villogott, mint ahogy Judd Trump se. Hát most nagy kérdés, ugye ez itt a harmadik olyan pool esemény, ahol snooker játékosokat is látunk itt az elmúlt egy-két évben. Hát megnézzük, hogy a beugró tájföldi duó hogy tud Dél-Afriká. Hoppá, hoppá. Ki akarta tolni a szerelvényt? A ezt nagyon benézte. Unno. Szóval ő 37. Kazakis ül fönt a kakasülőn. Senkám 29. Tovább jutottak a görögök, ha azt keresnéd, vagy nem? Jó. Nem. Akaló. A szép. Be is juttatja a zöldet. Más ez most tökéletes két pozícionálás. Golyó. Volt Akaló. Új, de szépen ment be. Lemaradtunk az utolsó előtti golyóról. Teront megint inkognitóba helyezték a angolok. De sikerül is lezárniuk a dél-afrikaiaknak, tehát Teron és Akaló 2-0-ra vezet immáron. Tehát az angolok még mindig a futballpályán bekapott 4 gól miatt búslakodnak, és azért van ez a sok technikai hiba. Lehet, hogy sokan beteget jelentettek többek között itt a stábból, a technikai személyzetből is néhányan. Megrázó vereség volt ez nekik. Igen, ha szóval 2-20-ba nyúltak volna. Nagyon elkalandozunk a rendező miatt, a kameraképek között. No, itt van a lezárása ennek a játéknak, ezúttal Akaló vállalta fel. Így azt nézem, hogy vezet Dél-Afrika 2-0-ra. Ha mind a kettejüknek van kezdődákó, nyilván kölcsön kapták, mert bárki ad nekik. Na, itt láthatjuk Tepcsai Onno 2019-ben a shootoutot nyerte. Tehát van mind a kettőjüknél snooker dákó, a játszó dákó. Láthatjuk egyrészt a fa mintázatáról, másrészt a bőr alatti részgyűrűről. És a két vastagabbnak tűnő dákó, meg a két kezdő ugrató dákó. Illetve hát ugye látunk ott egy rövidebbet, az az igazi ugrató. Úgyhogy a megfelelő dákó mennyiség megvan a tájföldieknél.
Hát, hogy mennyire tudják használni, majd meglátjuk. Meg azt is megtudhattuk, hogy hányféle dákó létezik. Hát háromnak mindenféleképpen lennie kell. Ugye aztán van olyan megoldás, hogy a kezdődákó az ugrató dákóvá is módosítható. De milyen szépen beállt az a sárga. El lehessen kezdeni a csetepatét. Most beesett meg a hetes. Ez egy teljesen tiszta asztal. Akaló indít. Taronra vár a kék. Nagy gondja nem lehet. Vissza kell vinni a felső rövid falhoz közel, persze szöget hagyva. És nem ennyire a lyukhoz. Na most lenne jó egy fölülnézeti. Hát, igen. Ilyen nagy kívánalmadna ne legyen. Igen, hogy itt arra lettem volna kíváncsi, hogy milyen távol van a négyes, illetve a fehér a felső rövid faltól, hogy mennyi a szög magyarul. A kalóra vár most a feladat, hogy rózsát bejuttassa, meg megoldja. Benne szög. Csak erős. Hú. Ennél rosszabb helyre szinte nem is mehetett volna a fehér. Most gondban Teron. Igen. Hát ez nagyon rossz, hogyha ugye a partner ilyen rosszat állít. De megvan. Oly, de szépen oldotta meg. És ez jó. Bizony. Teron jobban kiszolgálta Akalót, mint az előtte fordítva. Igen, de hát ez egy eléggé nehezen kontrollálható lökés volt, ugye itt arra ment Teron, hogy beessen, és akkor ne guruljon túl sokat a fehér, és az így pont jó is lett. Gurulnia kell a fehérrel, a zöld után, ez az. Meghallotta Akaló. Tudja ő azt. Anulékony. Hát ez 3-0. A kalóhoz azért egy kis... Igen, a toldatot már eszközt. Nem olyan túl magas. nem NBA-es termetű, tehát nincs 2 méter fölött. Hát örülne még az 1.85-nek is. Szép. De szépen lezárja. Meglepetés, hogy 3-0 a Dél-Afrikának. Nagyon jól kezdte át a dél-afrikai duó. Csak... Ez a két úri ember nyert rekette át az első szünetig, innen folytatjuk majd 3-0 Dél-Afrika javára. No, rövidesen folytatódik tehát a mérkőzés. Egyelőre csak a két dél-afrikai úri ember tudott rekket nyerni, így aztán 3-0 a meccsállása. És a győztes kezd kiírás alapján továbbra is Dél-Afrika kezd. 37. napon Szenkán a világranglistán, és 52. tepcsája Unno. Ugye azt már említettem, hogy Unno 1 pont szerzőt nyert, hát shootout annak kell tekinteni, hiszen érdekes verseny, de hát ha pontszerző, akkor pontszerző, ez 2019-ben volt Michael Holt ellen. Noppon Szenkán nem játszott pontszerző döntőt, de kétszer játszott elődöntőt. Még 2018-ban a Welsh Openen ott Barry Hawkins verte 6-4-re, illetve a 2018-as World Openen is elődöntőzött Szenkám, és ott pedig Mark Williams verte 6-5-re, tehát az döntőfrémes, elődöntős veresége volt a képen látható Szenkámnak. Aki most jól eldugja a sárgát. Fel is csattan neki a taps. Igen, hát a snookeradásra biztosan nem kellett nagyon rákészülniek, vagy rágyúrniuk, hiszen... Snookerban is van ilyen, csak ugye itt arra kell figyelni, ha
safety-t akarsz lökni, akkor a találatnál megmozdult golyók valamelyikének hozzá kell érni a falhoz. Láttunk már ilyen hibát a tegnapi napon igen, is, igen. Hogy... Rögtön jött is intézkedni a bíró. Igen. Extension code. Jobb a békesség, akaró még gyorsan időt kérne, hogy kicsusszon. Ugye snooker játékosnak, ahogy itt említettem korábban, hogy a, amit Carbolc is emlegetett. Tehát egy ilyen, hogy a safety-nél ugye a falérintés, a kezdés, az ugratás, tehát van egy-két olyan momentum a 9-es poolnak, amire úgymond azért rá kell gyakorolni ahhoz, hogy itt ütőképes legyél. De jó, kivette. Csak hát... Hát ja. Tempóilag nem lett jó. Na nézzük, ki jön most. Unno? Igen, mert ő a balkezes. Meg is oldja a feladványt. És jó a tempó a kettesre. Ez egy snooker dákó. A kék is helyre került. Hát ez már innen be kell fejezni. Lehet, hogy meg lesz a tájföldiek első rekje. Ugye ezek kör is fából készült snooker dákók, amikkel a tájok játszanak. Szépen látszik ugye a fa erezete az ilyen közeli képen. Hát hoppá! Ezt nem hiszem el. Hát ilyet! Pú! Hát ő is most szívesebben képzelné magát az asztal alá szégyenében. Hát ez egy olyan könnyű állás, ez egy ajándék. Na de, Teron, hogy meghúzza azt a fejéret? Jó, olyan nagy probléma nincs, de hát... Kicsit kibabrált szegény akalóval. Hát kicsit nagyon. Mert ugye közel van a falhoz a fehér, ugye viszonylag messze van ez a hetes, és hát ugye azt szeretnék leginkább... Jó helyre is menjen utána. Igen, Teron, hogy könnyű zicser maradjon neki a 9-esre. Haj, de szépen megoldotta, csak ott maradt hát, egy kicsit hát a falon. Az, hát erről beszélek. Be kell tudni lökni, de hát miért kell mindig a falról lökést gyakorolnia, amikor... jól tudná állítani a partner, persze hát olyan állásból, ami szintén jó állást kapott volna. Megdolgoztatták itt egymást a végjátékban a dél-afrikaiak, de csak behúzták a negyediket is, és óriási lépést tettek a továbbjutás felé. Ez, hogy kihagyta Unno, túlnyesi a hatos golyót. Hát igen, ez volt a reakció. Hát ez egyértelmű. Szegény. Hát igen. Mozatti magába zuhant. Na de ez se volt csillagos, ötös dicséretes, ez a hetes belökés. Akalótól. A surlódási erőit nagyon fellépett. De végül is... örömmel pacsizhatott a két dél-afrikai. Elég necces volt a játék, végkifejlette, de megoldották. Itt van a versenytábla felső részének az aktuális része, hiszen ugye még négy csapat nem jutott a 16 közé. A mostani győztes csapat majd a B angol csapattal játszik. Amely ugye tisztességesen lemosta a honfitárs duót, 7-0 volt a vége. Igen, hát az az egyetlen nullára végződő meccs volt, meg hát meglepetés. Jó, mondjuk Imran Majid és Chris Melling, azért nem kezdők, két rutinos öreg róka a poolasztal mellett, de hát ugye az, hogy egy rekett se nyertek Shoaik, és hát Shoa is nagyon jó játékos. De hát egy fecske nem csinál nyarat. És akkor most még a vannak. Kisebb show elem is elmaradt. Nullára kikapni. Kemény. Na, a dél-afrikaiak jól folytatják a dolgot. Na most milyen lesz az a nyesés? Akalónak kell megoldania.
jó rámelegít, még ugolásokat is véghez visz. Előkerült egy X, ami itt nem X-nek néz ki. Gyakaló időközben sem nőtt meg, így aztán kénytelen segédeszköz bevetni. Orvosi precizitással, egy sebészi precizitással próbál ráhangolódni a lökésre. Dupla tempót kell lakni, és persze nem elakadni a 9-esben, mert így nincs folytatás az 5-ösre. El kellett volna mennie, meg vissza kellett volna pattannia a 9-es mellett a fehérnek. Ójaj. Hát igen, most ez a szitu. A rész siker megvolt, csak most aztán gond van. Mit hoz ebből ki Teron? Hát valami safety-t kell lökni. De ez így nem jó. Ez nem. Ugye úgy tervezte, hogy a 9-esen fékeződik az 5-ös, és akkor a 8-as az beárnyékol, de hát így, hogy a 8-as találta el, így ez lökhető. Ez az 5-ös. Meg is van. Ez nagyon fájhat, ha ezt a rekket elvesztik, és 4-1 lesz 5-0 helyett. Ami még mindig jelentős előny ugyebár, de kevésbé, mintha 5-0 lett volna. Egy pici szög van. Könnyű ráállni a 8-asra. Szép. Szép. Azt, hogy az előbb hogy hagyta ki Unno a 6-ost, hát ez még nekem se fér a fejembe. Hát pedig egy nagyon jó snooker játékos. Na ott vannak a... Senkám lezárhatja. Kóbrá gyerszék, ott, ők is ott ülnek a kakasülőn. Na megvan a szépítés. Az első tájföldi reket üdvözölhetjük ebben a pillanatban. Nagyon szimpatikusan örvendenek neki. Már-már mondhatjuk, hogy megünnepelték. Ha módjukban állna, most még ilyen győzelmi kocintást is eszközölnének. De hát nem áll módjukban, mert a meccsnek folytatódnia kell. És itt van a pénznyeremény. Ugye akik kiesnek az első körben, azok is nagyjából fejenként 1800 USA dollár. De hát maga a cím, meg a presztízs, a verseny megnyerése, ugye ez 30 000 dollár per fő. Ez a 15. World Cup of Pool egyébként. 31 nemzet vesz részt. Ez egy fontos verseny. Itt van az előző játék vége. És ebben a pillanatban lehet változtatni az eredményjelző kiírásán. Nagy ünneplés. És már jön is a következő felvonás. Itt azért láthatjuk, nem úgy pattognak a golyók. Ők nyerték a tempót, az is dry break lett. Most, hogy megint ők kezdtek, megint dry break lett. Magyarul nem esett golyó. Nem mondhatod, hogy sikerekben gazdag időszakot élnek meg. Igen, a tájföldiek. Egészen másképp mozognak a golyók egy snookeres kezdésnél. A szép. Hú, de eldugta a kaló. Ennél jobban már csak akkor tudta volna, hogyha gipszkartonból húz egy falat. És ugye ilyenkor jön a szabályismeret, hogy nem elég csak megkocintani az egyest, hanem még valamelyik golyónak falat is kell érni. És az idő meg megy. Extension code. Már jön is a plusz időkérése. Van gondja Senkamnak. Ojjaj!
Nem érsz hozzá a második fal után? Nem volt úgy, mint tegnap, ahogy Albin Ocean eltalálta a 9-est, és a... meghámozta gyakorlatilag az előtte levő golyót. És azt hiszem, hogy Marcel Eckhart észrevette, és Ocean se vette észre, igen. Hát fönn van már az interneten ez a momentum, mert nyilván az ilyen momentumok rögtön fölkerülnek. Akár ugye a Matchroom maga, a főszponzor is föltesz ilyen érdekességeket. Na, még kézből sem olyan egyszerű. Jól megtanácskozzák a dél-afrikai legények. És most jöhet a kék, csak hát nagyon közel került a zöldhöz. Hát egy kínait hagyott a dél-afrikai. És ugye utána a hármasra is gondolni igen, kell. De hát csak tovább tud gurulni a fehér, és nem kellene, hogy tovább guruljon a találat után. Hát még így viszonylag jó, de hát látjuk, ellenkezőleg áll a szög. Mert hármas, négyes jön. Most kéne egy olyan bal alsó kameraállás nekünk. És akkor két falról, nem, egy falról, gyönyörű. Szépen csinálta. Ó, és meg jól is beállította. Igen, és oda arra a területre. Akalónak kell a rózsát postáznia. Hoppácska! De az, hogy ennyit kell mondani a Teronnak, hogy mit lökjön Akaló, én már is gondoltam, hogy lehet, hogy csak a haverja, és elkísérte. Csak magával igen. Hozta. Igen, és mert hogy nem volt másik dél-afrikai játékos, és most itt tanítja púlozni. Hát vannak még döccenések. Nagyon sok. Ez szép volt nagyon. Unnótól Zitzer ötöst hagyott, ezt be kell fejezni. Szenkám besegít, de még mindig van négy az asztalon. Elméletileg gond nem lehet, de csak elméletileg mondjuk. Mehetne még, ha már... picit erős lett, lehetett volna erősebb, és akkor bal közé. Igen. Pont egy olyan köztes megoldást választott. Igen, ez a legrosszabb, amikor se ide, se oda. De szépen szép. Megoldott a sok jobb forgatóval. Csak hát hol a fehér? Ajjaj, rajta a falon. És ahhoz képest meg jó messze a fekete. Ad mit neki? Ez jó így. A jó snookerista messzire is ellát. Annyi. Engem meg lezárja. 4-2-re módosul az állás. Ez a szünet már vidámabban telik a tájföldi oldalon, hisz csökkent a különbség, bár még mindig azért odébb az ellenfél a dél-afrikai duó, de 4-2 jelenleg az állás, itt pihenünk meg. Pont Szenkám kezd. És ebben a kezdésben sem volt olyan túl nagy dinamika. Nem akar összeállni ez nekik. Hát igen, ez is egy dry break. Nem esik golyó. Na nézzük Akalót, mire jut magával, meg a golyóval. Pedig ugye hiába kezd onnan, ahonnan a púljátékosok, és mégsem úgy pattognak, szétrobbannak a golyók, mint egy púljátékosnál. Ez viszont egy jó safety. Igen, Akaló kibabrált a tájföldiekkel. Hát jó, de pénzre játszanak, úgyhogy muszáj valami furmányt bevetni. És most ez hiba lesz.
Hoppá. Erről beszélek. El a falig. Hát igen, mert két falról talált el a sárgát, nézzük meg, fal, fal, találat, és melyik golyó éri a falat? Egyik se. Hát ez az. És ugye itt igazolódnak Cowboys intelmei, hogy a kezdésnek jól kell működnie, ugye a safety játék nem úgy van, mint a snookernál. Úgyhogy... Hoppácska! És egy kombi. Gyönyörűen lezárja. Ez nagyon szép volt. Igen. Na ezt ismételjék. Jason Terron nevéhez fűződik. Igen, jó, okosan észrevette, hogy a kézből úgy rakja a fehéret, ahogy a legkönnyebb legyen a kombi, és most a fiúk néznek, hogy mi is van. Hát benne a 9-es, akkor vége van. Igen, szóval itt azért van még egy-két meglepetés jellegű történés a tájföldiek számára. Ezt szépen bevonatozta. Megvan az ötödik. A dél-afrikai a nézők többsége azon mosolyog, hogy a két táj... Mi van most? Mi van most? Hát igen, ugye pillanat, hogy egymásra igen, néztek. Igen, hogy mi van? Lehet, hogy kikaptunk. Mi történt? Igen. Jó, de hát most persze, hogy nem akarjuk bántani őket. Az is lehet, hogy 24 vagy 48 órával a mostani dátum előtt tudták meg, hogy van egy lehetőség, ha beugranak, akkor játszhatnak. South Africa to break. Na, akkor jöjjön. Nyolcadik rek. Akaló kezd. Golyó esett. Még az egyes is második belső golyónak. Akaló most szilaj módon nyitott. Piros hármas lesz a folytatás. Terron ezt is megoldja. Terron nagyon szépeket lök, és milyen tempó. Hát csak ugye van ott egy 8-as, 9-es, két egymáshoz közeli golyó. Terron még ennél is segít Akalónak. Pedig ez aztán nem tűnt olyan hú de bonyolultnak. Hát igen, csak hol az ötös? És egyszer legyen a helyzet, ugye Terron mondta, nyugodtan csak guríts be, innen messziről is belököm. Terron magára vállalja a nagy részét. De nem löki be. De nem lökte be. És a fehér? És a fehér meg bemegy. Beesett. Ujjaj. Ez egy nagyon pekhes dolog volt. Na nézzük, hogy találják ki, hogy kézből hogy kell végiglökni ezt az öt golyót, mert azért nem könnyű. Minden esetre egy picit Sankam lépett előre. Megvan a taktikai tanácskozás. Unnónak kell elbánni a zölddel, megoldotta. Az elég lesz, ez a tempó, nem? Ajjajajajajaj. Árnyékba maradt az a hetes. Igen, lassú lett a fehér, nem látja belökhetően a hetest. Jöhetett volna még egy 30 centit legalább a bizony. Fehér. És ez itt tökéletes. Ez így jó. Ez szépen kitalálta a két falról. Picit szétszett a 8-as, 9-as, ez így. De minden összeállt ennél a lökésnél neki. Hát ugye most mozgatni fogja feltétlenül mind a három golyót, Akaló, ha eltalálja egyáltalán a hetest. Hát valószínűleg Terronnak most helyszíni alaprajzot kéne csinálnia Akaló számára, hogy ebből legyen valami. Mert valószínűleg Akaló nem hozott körzőt, vonalzott, hogy itt megint a szögeket, meg a visszapattanásokat. Még egy számítógép programot se tud neki gyorsan kivitelezni. Ma eltalálja Akaló. Négy jövők közül abszolút Terron. A legrutinosabb, meg a legjobban játszó.
Ez megvan a találat. És... Megvan az valahol. Hát, csak rajta jól a falon. Tehát még egy snooker játékosnak a falon levő fehér azért nem egy idegen dolog. Be is bizonyítja. És szépen tolta a fehér maga előtt a nyolcast. Ezt be kell fejezni. Senkam. Belök ki a feketét. Na de miért ilyen lassú a fehér? Hát vakarja meg is vakarta a fejét. Hát még legalább egy 30-40 centit menni kellett volna. Megdolgoztatja Unnót. Az nem jó. De jó, két falról. Hát egy 89-es volt. Hát nem így volt tervezve. Örülnek. Nagyon szimpatikus két fickó, és biztos, hogy remek sportemberek is, hogyha így elvállalták ezt beugrógét. Abszolút, egyébként nagyon jó fejek a snookerban is, tehát ott is mosolygósak, nagyon sportszerűek, tisztelettudóak. Óriási lökés volt. Két kiváló sportember a két tájföldi. De ezt, hogy tempózta ennyire alul Senkám ezt a nyolcas belökést, hát ez landolt a zsebben. Hihetetlen. Olyan mimikája van. De most mit néz a snooker dákóján Senkám, hogy egyenese vagy van benne görbület? Hát elküldi a kovácshoz, hogy csináljon vele valamit. Hát így érdekessé vált a mérkőzés most már. Igen, van benne egy-két só elem. Igen. Nem egy unalmas meccs, az biztos. No, most volt esés. Hát végre. Nem is egy. Na várjál, tapsolnak, hogy végre esett golyó a tájföldi kezdésből. Hát az egyes lökhető. A kékkel már lesznek kisebb gondok, hát, de még... Én úgy gondolom, hogy az befér, ha precízálok. Ott kell hagyni a falon. Igen. A fehéret. Nem baj az, ha nem ér hozzá a fehér a baloldali hosszú falhoz. Ez meg így még szebb. Ez így jó. És most jó, mert rátette a falra. Igen. A kettest, és most tuti, hogy elfér a hatos mellett. Jó, ebbe is ezt volt egy kis malac tényező. Ha így akarta, akkor zseniális, de valószínűleg ez egy kicsit szerencse játszott bele. Hát ez, hogy eltalálta így két falról, és így lett belökhető. Kezdik gyűjtögetni a tájföldiek a rutint. És túlnyeső. Yeah! Elkiabáltam. Nem hiszem el. Ezeken nem volt ez sem nehéz belökés. És annyira azzal foglalkozott, hogy az ötösön mit csinál a fehér, hogy elfelejtette belökni a négyest. Taron, ő megoldja. Hát, de azért ez se zicser az ötösre. Megint jöhet valamilyen X hosszabbító. Akáló minden esetre megint tanul egy kötetnyit a szakmából, ha ez belöki. Toldat a dákó végében, de még az se elég. Úgyhogy... Szép. Hát nem szép. Hát mégse szép. Nem lett volna szabad eltalálni a zöldet semmiképpen. Az első része még jónak mondható, hogy az a golyó zsebbe került, de most így Taronnak megint van gondja, baja. Safety-tök. Ezt tudja kihozni belőle. Hát csak ez volt benne. Hát ezt megúszták a tájföldiek. Senkám hibáját. Na nézzük, Unno mire jut ezzel a zölddel. Jobb alsóba. Rendező bajtárs. Fehér esik. Mondjuk a fejébe esett. Jó, de hát
így, amikor három golyó mozog, hát miért nem a totál képet mutatnak az asztalról? Hát képileg nagyon nincs helyén ez a verseny. De azt se látjuk, hogy a zöldnek mi lett a sorsa, ugye? Hát így, hát azért mondom, hát totál kép kellett volna. Hát gondolom én a kezdő operatőr azt látta meg, hogy elindul a 9-es a bal felső sarok felé, és akkor... Rámozdult. Igen, az lesz a mértékadó kép, aztán pont nem az lett. Pedig ez egy nagyon fontos rek. 6-3 vagy 5-4, óriási különbség. Itt lehetőséget is kapott Tájföld, hogy 5-4-re zárkózzon. No, lezárja a Jakalo. Teron megint megtette magáét. De olyan fájdalmas arckifejezéssel ült le, mint hogyha rajszög lenne a székében. Hát ő tudja, mi a helyzet Jakaloval. Hogy mennyire profi, vagy mennyire nem profi. Ah, azért megvan. Hát éppen, hogy elnézést kér, hogy ilyen decögős volt ez a dolog. Hát végül is csak beesett. Így aztán a dél-afrikaiak megint mondhatjuk, hogy maga biztosan vezetnek. A folytatást meg majd meglátjuk. Na, itt van. Visszatekintés. Jakalo némi szerencsével, de bejuttatta a golyót, az utolsót is. Így aztán a rek a dél-afrikaiak tulajdonába került. Jön is Teron, hogy indítson. Hát akárki is jut tovább, ugye most egyelőre Dél-Afrika. Hát az angolok B csapatának, Chris Mellingnek, meg Imran Majidnak reggelire is kevés lesz ez a duó. A negyed döntőbe jutásért zajló meccsen. Igen, az angol rengeri általában kiadósabb. Hát, az a sárga jól elbújt. Push out is lesz belőle. De bekérdezett erre, hogy nem jumpos, tehát nem ugratos. Ezt hogy tudják kezelni a tájföldiek? Könnyen lehet, hogy nem kérnek belőle. Igen. Igen, már is szétcsavarja a kezdőt, hogy ugratni tudjon vele. Igen, hát ez is egy új elem a tájföldieknek, hogy Saut most mi is van? Te olvastad el, neked mondtam, hogy a második oldal te olvasd el és memorizáld. Szóval itt vannak azért ilyen dolgok is. Most tényleg nem kigunyolva a játékosokat, a tájföldieket, hiszen hát abszolút szerethető. Idézőjelben idegen területet játékos. Igen, csak hát most benne vannak a mély vízben nagyon. És ugye itt láthatjuk, hogy ugye amikor tőlem is megkezdik az ismerősök, hogy aki jó snookerista, az miért nem tud jól poolozni, hát ezért. Ugye vannak buktatói ennek a játéknak. A safety, a push-out, a kezdés, az ugratás, szóval... Ez jó. És be is állt szépen a kékre. Hát igen, Teron szépeket lök. Hát végül is Teron képviseli a színvonalat. Igen, egymaga. Jakalo tanulgat, a kéket minden esetre belőtt. Nagyon jó állás, csak hát ugye itt Teron megkérdezi, ha ott hagyom, akkor jó lesz, hát szóval azért egy ennyire tiszta állásnál ezt nem hiszem, hogy majd Földes Willi meg szólnak, hogy Oliver kérdezgetni fogja, ha itt hagyom, akkor jó, nem vidodébb 2 milliméterrel, szóval. Még szerencse, hogy a 6-os Teronnak jön majd, mert azzal lehet majd gondja. Hát ezt illik ugye belökni. Na és most jön Teron esete a zölddel. Ő megoldja
legalább a kezdővonalig pattanjon vissza, ez meg. Ó, de jó. Ha gonosznak akarunk lenni, akkor ez még Akalónak is könnyű lökés. Közepet hagy. Igen, itt szinte totál zicsert kell hagyni a Teronnak, Akalónak, hogy nehogy hibázzon. Hát ez most megint az. Hát ez az. És itt a vége. És akkor ez a hetedik. Ott a győztes duónk. Már csak a készfogás maradt hátra. A dél-afrikaiak, Jason Teron, mindenképpen az ő nevét kell elsőként említeni, hisz ő képviselte itt a szakmát. És Kyle Akalo lép tovább, tehát a 16 közé. A következő összecsapás pedig Szingapúr és Katár duója. Úgyhogy a dél-afrikaiak játszanak majd az angol B csapattal. Tehát a folytatás egy nagyjából 5-10 perc múlva. Igen, tehát még egyszer Szingapúr, Katár.